Most itt ennél a március 15 térnél álljunk meg egy szóra. Nagyon-nagyon sok mindenre utal ez az összefüggés rendszer. Tehát az, hogy a földpálya ellipszis alakzata abban a napközeli, naptávoli viszonylat ráfed Jézus Krisztus glóriájára, és a nap helye az Jézus Krisztus bal szeméhez esik, és ahogy ezt ráhelyezzük szombathelyre, akkor ez a március 15 térre mutat rá. Ugye a március 15 téren van az áldozati emlék. A március 15-e az március Júliusa. Március 15-én késelték meg Július Cézárt. A bal szem az Hórusz bal szemére. Na most Hórusz elvesztette az egyik szemét a széttel folytatott harcban. A széttel folytatott harcban elvesztett szemét Tot Isten rakta össze, segített meggyógyítani. Erre különböző variáns mitológikus leírások vannak. Hogy ez egész pontosan mit jelent, ezt csak találgatni lehet. De az első kérdés, amit föl kell tenni, hogy mire utal ez? Na most itt az rajzolódik ki, hogy a Hórusz bal szeme az a nap. És a napra vonatkozó Szent Háromság rajzolatban is a napot találjuk a centrumban. És az alapvető Szent Háromság az a napból jövő fény feldolgozza ezt a flóra és a fauna, tehát a növényzet, az állatvilág. Az állatvilág, a növényzet elfogyasztása után az ember ennek hatása alatt, illetve a napfény hatása alatt gondolkozik. A napfény, maga a fény az ige, a műveltető ige, amely a flórán, faunán keresztül, illetve a fény útján eljut az emberhez. Az ember ennek hatása alatt, ennek a tudati terminájából merítve cselekszik jót vagy rosszat, ideális esetben jót, és a jó fölött érzett jó érzését közvetíti vissza a nap felé az agyi belső mirigyek, amelyekről látjuk, tudjuk, hogy éppenséggel sólyom alakúak, sólyom, a Hórusz sólyma erre utal. Tehát az amigdala, a hipotalamus, ezeknek a belső agyi mirigyeknek az összessége egy olyan rajzolatot ad, amelynek az alakja egy sólyomra hasonlít, sőt kifejezetten egy sólyom alakját veszi fel. Na most ez tehát az a szent sólyom, amely, tehát az emberi tudatnak a rezgése, amely a dolgok cselekedetei, a megcselekedett dolgok fölötti jó érzést közvetíti vissza a nap felé, ideális esetben. Na most, hogy ez a nap az a nap-e, tehát a mi napunk az a nap-e, a Hórusznak az a szeme-e, amelyik a jó, vagy ez a rossz? Ez egy kérdés. Az vetődik fel, tehát a Hórusz két szeme az egy kettős naprendszert feltételez, erre sokfajta példa van a világegyetemben. Az alapeset az, amikor az ilyen típusú nap mellett, mint amilyen a mi napunk, van egy barna törpe. És erre több minden utal, hogy ez a barna törpe ez létezik 65 millió évenként, hogy ciklikusan megjelenik a naprendszerbe, és akkor katasztrófák következnek be. Erre a kettős naprendszer elméletre, de egyáltalán a naprendszer keletkezésére vonatkozóan nagyon sok elmélet van.
Ezt most nehéz lenne felsorolni, de lényeg az, hogy itt, ebben az összefüggés rendszerben, amit én itt most feltárok, ebben egy olyan ráutalás olvasható ki, hogy a nap a Hórusznak a bal szeme. Feltételezzük, hogy a bal szeme a jó szeme. A március 15 téren azt látjuk, hogy valahol a március 15-e kapcsán, a március 15 tér a magyar szabadságharc, Petőfi, Kossuth, stb. Sok minden felmerül. Tehát ez az áldozat, ez az áldozati emlékmű, amit a március 15 téren van, ez egyszerre sok mindenre emlékeztet. És sokfajta gondolati utalást vet fel. Na most azt is látjuk, hogy az a bizonyos metrikusság, ami az Izrael kapcsán fölmerült, itt már korábban, tehát hogy 148 millió kilométer, az egy középértéknek látszik a napközel és a naptávoli viszonylathoz képest, a 147, illetve a 152 millió kilométerhez képest. Tehát ez egy jó szám, hogy ez a szám, ez a múltban honnan, hogyan keletkezett. Na most azzal, hogy Izrael az a Föld és a Vénusz viszonylatára utal. Itt megint megjelenik egy olyan szituáció, hogy ha a Föld és a Vénusz egy olyan kapcsolatban állott egymással, ami a kettő pozitív viszonylatát jelentette, az Istár az a női principium, Elohim az élőhim. Tehát a Földnek az akkori neve, ebbe a szóba foglalt neve az élőhim. Tehát egy férfi-nő viszonyt sejtett. Na most itt is az történt, hogy az egyik az elveszett. Tehát a Vénuszon kvázi lekapcsolták a villanyt, ott az életnek a feltételei megszűntek valamilyen külső ok hatására. És a tengelye 180 fokot fordult, ellenkező irányban forog, szóval egy teljesen abszurd helyzetben van a naprendszerben a Vénusz. Ezt így mellesleg mondom el. Tehát ott is van egy olyasmi katasztrófa jelenség, ami a hóruszi gondolatmenetbe illeszthető. Tehát az egyik szem a Föld, a másik Föld a Vénusz, és akkor az egyik szemét elveszti, a Vénuszt elveszti. És Tóth az mégis valahogy megcsinálja. Ez a Tóth, aki mindent megcsinál valahogy. Nyilván most is a fő erő, az a fajta tudás, amit a Tóth őriz, amely hatását kifejti az emberi lét rendeződésének folyamata irányába. Ezt így mellesleg jegyezném meg. Na most a továbbiakban ennek a hóruszi és Julius Cézárra mutató és Jézus Krisztusra mutató aspektusairől lesz szó.